A hegy tetején a vár ékeskedik, lábánál pedig a helység, ami csak kicsi. A várat egykor falak és erős tornyok övezték, amelyeknek ma csupán romjai láthatók. A pannonhalmi főapátság majorsági épületét mutatta be Várszegi Asztrik és a főapát munkatársai kedden a sajtóképviselőinek. A komplexum ugyanis hosszú idő után új funkciókkal születik újjá. A projekt 100%-os Európai Uniós és állami támogatás intenzitás mellett több mint 1 milliárd 600 ezer forintból valósul meg, így egy nagyon komoly fejlesztés eredményeként látogató központtá avanzsál az intézmény. Apátként mindig az bennem a törekvés, hogy a szerzetes élet sérelme nélkül munkát végezzünk, a munkánk az apátsághoz és az iskolához és a plébániákhoz köt, és az értékeinek a kinyitása, a megmutatása, az meg most a városka egykori majorsági épületéhez, ez a nagyszerű lehetőséghez köt. Nem is köt, hanem ez kínálja föl, és ezt szeretnénk felhasználni. Az átalakítás több rétű. Itt a pincében például egy állandó kiállítás kap helyet, melynek egy része már el is készült. A látogatók az apátsági szőlőtermesztéssel, a gravitációs elven működő pincészettel ismerkedhetnek meg, azaz a helyi bortermelés krónikájával, sőt az érdeklődők a pannonhalmán készült borokat is megkóstolhatják majd. Ez pedig már a felső szint, ahol időszaki kiállítások kapnak helyet, így bencés kolostorok tárgyi és kulturális értékei, kortárs egyházi művészek alkotásai, de sikeres vándorkiállítások is felvonulnak majd a letisztult térben. Alapvetően a tervezéskor azt fogalmaztuk meg magunknak, hogy ez egy hármas funkciót fog betölteni. Egyrészt lesz egy kulturális funkciója a kiállításokkal, másrészt lesz egy turisztikai funkciója, hiszen kapcsolni szeretnénk a pannonhalmi turizmushoz, harmadrészt pedig egy gasztronómiai funkció, hiszen van egy kávéházunk, ami a Viátor étterem know-how-jára épül, és egy hozzá kapcsolódó rendezvényterem. Tehát azokat a rendezvényeket, amiket eddig a Viátor étterem helyhiány miatt nem tudott megvalósítani, gondolok itt esküvőkre, konferenciákra, hiszen szimultán nem volt két termünk, ezeket ide most le tudjuk hozni. A sokszor labirintusra emlékeztető intézményben ugyanakkor látható lesz még egy állandó tárlat, mely az apátság történetét prezentálja a látogatóknak. A kiállítás egyébként soha nem látott tárgyakat is felvonultat. Az apátsági major látogatóközpont így különleges környezetben, különleges attrakciókkal várja a pannonhalmára érkezőket.